Portré közismert emberekkel minden héten. Sztárportré Szabolcsal. Na és aztán ugye a nagy találkozásokban, ami a végére tartogattam, mert ezzel aztán már be is zárul a kör. Komár László. Ezt Presser Gabinak köszönhetem, aki 1972-ben kezdtünk el próbálni. Bevitt engem a Víg Színházba, ahol is elkezdtük próbálni a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című téri költemény által írt, vagy egy kis regény kapcsán írt félig műzikelt, azért mondom, hogy félig, mert ebben a darabban próza is van. És a nagy találkozás tényleg azon túl, hogy ezek személyes és testileg jó barátságok voltak, tehát a találkozások fogalomba ugye beleillik ez, amit most mondani fogok, hogy bekerültem a Víg Színház büfé, beléptem a Víg Színház büféjébe 1972 nyár végén, amikor elkezdődtek ugye a próbák, ugye a nyári szünet lement a színházokba. Éppen társulati ülés volt, tehát mindenki bent volt, akik ott a társulat tagjai voltak, és akkor ott megálltam a büfén, és hogy ott ájulok, esem össze. Látom Páger Antal, Súlyok Mária, Benkő Gyula, a legendás, hát is nem utolsó sorban Várkonyi Zoli bácsi, a fiatalok közül Kern Andis, Lukács Sanyi, Osztersanyi. Az Osztersanyi és a Lukács is nagyon jó barátok lett, hiszen ezekkel a fiatal akkor kerültek a színházhoz, a főiskoláról, hát fiatal színészek akkor rettenetesen nagy teret kaptak, rengeteg úgynevezett sztárfilmben, Ernyei Béla is ugye ehhez a generációhoz tartozik. Tehát ezekkel az emberekkel kötöttem a mai napig tartó laza barátságokat, ami arról szól, hogyha találkozunk, akkor megöleljük egymást, örülünk egymásnak, beszélgetünk erről, arról, jó, nem cselekézünk egy tábor, nem vagyunk napi kapcsolatban, de az említett három személy, akiről beszéltem, tehát Faragó Judit, Presser és Nagy Tibor, velük igen. Meg hát, tehát itt a Víg Színházban volt az igazi nagy találkozás. Olyan színészeket, gyerekkorom legendás színészeivel, akiket Somogyvári Rudi, Darvas Iván. Szóval ezek hatalmas élmények. Hálát adok a jó Istennek, hogy megéltem azt, hogy ilyen géniuszokkal találkozhattam. És hát játszhattam például egy színpadon is, még a Feleki Kamillal, hát egy műsorban. A Latabár Kálmánnal sajnos nem, mert addigra elég korán meghalt. Szóval ezek mozgalmas, hogy találkoztam Horthy Hannával is. Sztárportré Szabolcsal. Hamarosan folytatjuk.